A Mi Hazánk mozgalom mély megdöbbenéssel értesült a 148/2023-as kormányrendeletről, amelyen a kormányzat gyakorlatilag feladta a migráció elleni harcát. Ennyi erővel, kis túlzással akár a kerítést is le lehetne bontani, a bűnözők pártjára állt, a bűnözőket mentegeti, hiszen első körben legalább 700, összesen pedig 2600 bűnözőt fognak szabadon engedni, akik egy minimális trükkel vissza tudnak jönni bármikor Magyarországra, jobb esetben valamelyik szomszédos vagy közeli ország állampolgárára ereszték rá ezeket a többségében hivatásos bűnözőket. A hosszú hétvég előtt Sutyomban összeállított kormányrendelet, ugyanis reintegrációs őrizet címszó alatt, vagy külföldön végrehajtandó reintegrációs őrizet címszó alatt gyakorlatilag szabadon engedi mindazokat az embercsempészés, és embercsempészés előkészülete miatt elítélt hivatásos bűnözőket, akik életvitelszerűen, üzletszerűen bűnözésből élnek, akik jogerős ítéletet kaptak ezen bűncselekmények miatt. 72 órán belül el kell hagyniuk Magyarország területét, és mindenféle elektronikus nyomkövető vagy jelzőberendezés használata nélkül vissza kell utazniuk a korábbi tartózkodási helyük szerinti országba, ha ez nem állapítható meg, akkor pedig az állampolgárság szerinti országba. Korábban főleg délszláv elkövetői kört láttunk az embercsempészés maffiaszerű elkövetésének kapcsán. Most újabban ukrán, moldáv és román elkövetői kör jelent meg. Ezek vették át a vezető szerepet a szerbektől és a bosnyákoktól. Ugyanakkor a leggyakoribb, és most már tendenciózusan megfigyelhető, hogy a kibocsátó országok, tehát Szíria, Afganisztán és egyéb harmadik vagy negyedik világbeli országok felől érkező bűnözők szervezik az embercsempészetet. Nos, származása való tekintet nélkül a jelenleg 2600 elítélt közül néhány napon belül 700-at szabadon bocsátanak, és a fennmaradó létszám is alapos okkal feltételezhető, hogy hamarosan elhagyhatja a magyar börtönöket. Vérlázítónak tartjuk azt, hogy teljesen értelmetlenné teszik a rendőrség, az ügyészség és a bíróság munkáját, teljesen demoralizálják azokat a rendőröket, ügyészeket és bírákat, akik ezekben az ügyekben eljártak, hiszen gyakorlatilag teljesen feleslegessé válik a munkájuk, a bűnözők pedig röhögnek a markukba, és élvezhetik a szabad élet minden örömét, hiszen ez az úgynevezett reintegrációs őrizet gyakorlatilag semmit nem fog jelenteni. Azt jelenti, hogy hamis iratokkal akár pár órán belül visszajöhetnek a magyar határra, vagy visszamehetnek Németországba, Szerbiába, a háború súlytott a Ukrajnába, Romániába vagy Moldovába, és ugyanúgy folytathatják a bűnöző tevékenységet, ugyanott folytathatják, ahol mondjuk néhány héttel vagy néhány hónappal ezelőtt abba hagyták. Egészen elképesztőnek tartjuk azt, hogy a börtönök túlzsúfoltságát és a magas rabtartási költségeket így kívánja orvosolni a kormányzat. Kérdezem, Mi Hazánk mozgalom, mi a következő lépés? A nem magyar állampolgárságú kábítószercsempészet miatt elítélt elkövetőket is hamarosan szabadítják? Vagy a nem magyar állampolgárságú vagyonellenes bűncselekményeket, vagy erőszakos bűncselekményeket elkövetőket szintén a börtönök túlzsúfoltságára hivatkozással újra rángedik a magyar, vagy éppen az európai társadalomra? Egészen hihetetlennek tartjuk, hogy egy magát jobbközépnek, nemzetinek, kereszténynek, konzervatívnak tartó kormányzat igazságügyi politikája ezt megengedi, hiszen ez a reintegrációs őrizet, ez egy nagyon ügyes fedőnév, lefordítja a Mi Hazánk mozgalom ezt magyarra, gyakorlatilag amnestiát biztosítottak azoknak, akik bizonyítottan, jogerős ítéletbe foglalt módon, vagy embercsempészés büntettét, vagy embercsempészés előkészületének büntettét követték el, és hangsúlyozom, nem elsőbálozó, nyeretlen két éves kezdő bűnözőkről, hanem az esetek döntő többségében hivatásos bűnözőkről van szó, akik életvitelszerűen bűncselekmények elkövetésére rendezkedtek be, akik életvitelszerűen és üzletszerűen bűncselekmények elkövetéséből származó bevételekből élnek, és ráadásul, mint néhány héttel ezelőtt láthattuk, adott esetben attól sem riadnak vissza, hogy magyar rendőrökre lőnek éles lőfegyverrel, számukra nem okoz gondot az éles lőfegyver használata, és számukra nem érték az emberi élet. Na most ebből az elkövetői körből fognak, ismétlem, első körben 700-at, de nagyon hamarosan összességben 2600-at szabadon bocsátani, csak azért, mert az elmúlt 7-8 évben nem hogy 9, hanem egyetlen börtön sem voltak képesek megépíteni, és egyébként innentől kezdve kiengedték a szellemet a palackból, hiszen gyakorlatilag az előbb említett példákból láthatjuk, hogy egyik napról a másikra meghozott döntések kérdése, hogy éppen milyen elkövető körre, milyen bűncselekményeket elkövető körre
terjesztik ki a gyakorlatilag amnestiával egyenértékű szabályokat. A Mi Hazánk mozgalom nem is tehet más, mint hogy követeli ennek a kormányrendeletnek az azonnali hatályon kívül helyezését. A bűnözőknek a börtönben van a helyük, és nem a szabadonbocsátásukkal kell csökkenteni a rabtartás kétségkívül magas költségeit, hanem például azzal, hogy munkára fogjuk őket a magyar fegyintézetekben, vagy azzal, amit a Mi Hazánk mozgalom már régóta szorgalmaz, hogy külföldi, akár közép-ázsiai, akár afrikai vagy bármilyen államban végrehajtandó bérraptartás keretében adjuk át ezeket a bűnözőket. Számos megoldás lenne a magyar adófizetőket terhelő raptartási költségek csökkentésére. Úgy látszik, hogy a kormányzat a legprimitívebbet, a legegyszerűbbet választotta, és ebben a legveszélyesebbet is, hiszen innentől kezdve kifejezetten kedvet fognak kapni azok, akik embercsempészésen gondolkodnak, embercsempész maffia hálózatokhoz akarnak csatlakozni, hiszen gyakorlatilag abban bízhatnak, hogy rövid időn belül szabadon bocsátja őket az állam. Egy ellenőrizhetetlen, gyakorlati lényegét tekintve végrehajthatatlan reintegrációs őrizet címszó alatt, hát úgy néz ki, hogy teljesen csődöt vallotta a kormányzat, és innentől kezdve nagyon nehézen lesz fenntartható a magyar határokon a rend, hiszen hogyan motiválják a határőri feladatot ellátó rendőröket vagy honvédeket, hogyan motiválják az eljárásokban résztvevő nyomozókat, ügyészeket és bírákat, amikor egy tolvonással tönkreteszik ezeknek a hivatalos személyeknek a munkáját azzal, hogy akiket nagy nehezen sikerült oda juttatni, ahova valók, jelesül a börtönbe vagy a fegyházba, most április végén, vagy május elején szabadon engedik. Vérlázító, felháborító, ez még egy balliberális kormányzat esetén is a különösen kirívóan liberális hozzáállás kategóriája lenne. Mélyen megdöbbentő és meglepő azt, hogy a hosszú hétvége leple alatt egy ilyen szabályozást kialakítottak, követeljük ennek a hatályon kívül helyezését és a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetések végrehajtását.